kiáltás rendezői hívtak meg, hogy egy olyan egészségügyi szakpolitikai beszélgetésnek legyek részese az államtitkárság képviseletében, ami a közfinanszírozott fogászati ellátásról, fogászati turizmusról, egyáltalán a magyarországi fogászati helyzetről szól. Fogászati praxisoknak az ellátottságát két irányból szeretnénk közelíteni a megoldáshoz. Az egyik az, hogy a praxisok működését a mostaninál biztosabb alapokra helyezni. Erre már történtek lépések az utóbbi években is, de itt azért van egy elmaradottság. Szeretnénk szükséglet alapúvá átalakítani a finanszírozást, ami azt jelenti, hogy megvizsgálnánk, hogy milyen olyan elemek, olyan költségek, olyan rezsiköltségek vannak, amiket a praxis működéséhez biztosítani kell. Ebbe természetesen bele kell érteni az ott dolgozó személyzetnek is a szuper bruttó jövedelmét, ami egy vonzó jövedelem. Ez az egyik része, a másik pedig a szakmai szempontok. Úgy az eszközfinanszírozási programmal, mint más népegészségi és egyéb pályázatokkal szeretnénk a szakmai színvonal tekintetében is vonzóvá tenni a fogászati alapellátási pályát. Emberi Erőforrások Minisztériumának a struktúrája az könnyedén teszi lehetővé az, hogy ezek az ágazatközi együttműködések a korábbinál gördülékenyebbek lesznek, úgy a köznevelésre, mint a felsőoktatási államtitkársággal igazán kiegyensúlyozott együttműködésünk van, és ez lehetővé teszi azt, hogy ezek a programok valóban a tájékoztatás, a nevelés, illetve a megelőzés tekintetében hatékonyabbak legyenek, mint eddig voltak. Egészségturizmus az egy olyan ágazat közötti együttműködést igényel a gazdasági minisztérium és az egészségügyi államtitkárság között, ami nyomon követhető. Látunk ebben természetesen további növekedési potenciált, kitörési pontokat. Számítunk is a fogászati turizmusban dolgozó kollégák további részvételére, és számítunk azokra az észrevételekre is, hogy hogyan lehetne ezt a mostani folyamatot még az eddigeknél jobban is dinamizálni.